A Magyar Falu programban megvalósult beruházásokról számolt be Harkányban a térség országgyűlési képviselője. Nagy Csaba elmondta, hogy 6 város és 168 kisebb település van a választókerületben. A városok közül csak Harkányban 5,7 milliárd forint jutott különböző fejlesztésekre, mint a Zsigmondi sétány és az óvoda felújítása, illetve a körforgalom megépítése. A településen lezajlott legnagyobb beruházás a fürdőben történt, ugyanis még 2018-ban jutott hozzá az önkormányzat egy 3,8 milliárd forint értékű projektcsomaghoz. Most már látszik az élményvilág, a harkai élményvilág, ha valaki még nem jártott, akkor én kérem, hogy majd nézze meg és próbálja ki. Azt gondolom, hogy egy nagyon látványos beruházás volt, és Európában bárhol megállja a helyét. Most már a kültéri rész is elkészült, és 500 millió forint körüli összeget tudott arra költeni a város, hogy a következő ütemű fejlesztéseket elindítsa. A képviselő azzal folytatta, hogy Baranya nyugati részébe 11,1 milliárd forint jutott a most lezáró ciklusban a Magyar Falu programnak köszönhetően. Ebből részesültek önkormányzatok, egyházi és civil szervezetek, de utakat is felújítottak az összegből. 607 darab nyertes pályázat került megírásra az önkormányzatok által, ez 6,6 milliárd forint fejlesztési forrást jelentett. 95 civil szervezet nyert, és összességében 30 kilométernyi utat tudtunk ebből a programból felújítani. Nagy Csaba hozzátette, hogy top pályázatokból mintegy 13 milliárd forintot köthettek el a választókörzetben, ami egyébként uniós és kormányzati konstrukció nagyobb városok számára. Ebből is látszik, hogy a Magyar Falu program mekkora jelentőséggel bír, ami kizárólag hazai forrásból segíti a kisebb települések fejlesztéseit.